csütörtök délután ugye miniszterelnök úr tájékoztatójából, illetve szombaton aztán a magyar közönyből értesültünk pontosan arról, hogy milyen változások, milyen enyítések azok, amik ránk is vonatkoznak. Ezeknek ugye egy része elsősorban az üzleteket, vendéglátó egységeket érintik, viszont van nagyon sok minden, ami az önkormányzatra is hatással van. Ilyen fontos kérdés például a közösségi helyek, területeknek a kérdése, játszótér, köztéri kondipark, extrémpálya. Ezeket hétfőtől lehetett megnyitni, mi azonban még egy nap türelmet kértünk, mi ma kedtől nyitottuk meg, tehát amikor épp most a felvétel készül, nyitottuk meg a játszótereinket és az egyéb parkjainkat, hiszen kellett még egy kis idő, hogy rendbe tegyük őket. Füvet nyírtunk, homokot cseréltünk, fertőtlenítettünk, tehát úgy minden úgy várja a gyerekeket, ahogy kell, mert megmondom az őszintét, úgy figyeltünk rájuk azért, de volt millió más feladat, és senki nem számított arra, hogy csütörtökön, hogy hétfőtől már lehet menni a játszóterekre, úgyhogy így volt rá egy péntekünk, meg egy hétfőnk, hogy a kollégák azok rendbe tegyék ezeket a helyeket, de ma már lehet ezeket is használni, sőt, még az árnyékolók is felkerültek, úgyhogy ha nagyon szép, jó idő van, akkor ezzel sincs probléma. A játszótereken csak rendelkezésre áll, mi annyit kérünk a szülőktől, hogyha lehetséges, akkor ettől függetlenül fertőtlenítőt vigyenek magukkal, hogy a kezüket a gyerekek meg tudják mosni, vagy akár ő maguk is, illetve még azt se bánjuk, hogy esetleg van náluk fertőtlenítő kendő, akkor néha, amin a gyerek játszott, azt átkenegetik, azt csak pluszban megköszönjük, de természetesen az önkormányzat oda fog figyelni arra, hogy ezeket a helyeket mi rendszeresen takarítsuk és fertőtlenítsük. A másik fontos kérdés, amivel már többen megkerestek, az az óvoda kérdése. Ezzel kapcsolatban ma, illetve holnap fogunk egyeztetni igazgatóasszonnyal, illetve bent itt az illetékes munkatársakkal, hogy hogyan oldjuk meg, hiszen jelenleg maximum 5 fős ügyeletes rendszerben működünk. Itt a kérdés az, hogy elmegyünk-e egy 10 fős csoportos ügyeletes rendszer felé, vagy a következő 3-4 hétre a teljes nyitás mellett döntünk-e, hiszen ugye azért 3-4 hétről beszélünk, mert általában az óvoda vége, azt az iskola végéhez szoktuk igazítani. Magyarul, hogyha meg is nyitnánk teljesen az óvodát, akkor is maximum 3 hétről beszélnénk, utána beállnánk a nyári ügyeletes rendszerre ugyanúgy, úgyhogy ez még itt kérdés. Amiatt is van bennünk némi hezitálás, hiszen az állam, mi fenntartású intézményeket, iskolákat május végig mi mindig nem nyitják meg. Na most innentől fogva pedig az óvoda, ami viszont önkormányzati fenntartásban, tulajdonban van megnyitni. Ez egy kicsit nekem még ilyen ellentmondásos, hogy mi merjünk-e teljesen nyitni, ha még az állam nem szeretne. Én tisztában vagyok azért is, hogy egy oktatási épület az más, de azért vannak közös pontok. Én a szakkollégákra bíztam ezt egy kicsit, hogy gondolják át, érveljenek, mondják el, hogy mit szeretnének, és én a döntésemet velük együtt szeretném mindenképp meghozni. Úgyhogy elméletileg mire talán az adásba kerül, ma-holnap erre már meg is lesz a válasz majd interneten, hogy pontosan a szülők hogyan készüljenek. Fontos téma még a különböző rendezvényeknek a megtartása, itt gondolok elsősorban a magánjellegűekre. A temetések, illetve az esküvők lakzik kérdése, ugye itt 200 főbe lett limitálva a létszám, ami ugye magukra a lakzikra vonatkozik, mi viszont itt az önkormányzatban magukat az esketéseket úgy fogjuk megszervezni, hogy ide a szülők, tanúk jöhetnek csak be, tehát itt kis létszámmal lehet jelen lenni, és tehát itt még egy kicsit ez meg a csökkentett létszámot mi fenn fogjuk tartani a polgári részén az esküvőnek. Ezen kívül újra fog indulni most péntektől a hivatalban az ügyfélfogadás is, úgyhogy most már lehet majd ide hozzánk is jönni. Itt is ki lesz téve fertőtlenítő, fogunk kirakni dobozban maszkokat, úgyhogy ha valaki esetleg úgy jön ide, hogy nincs nála maszk, akkor azt fel tudja venni, illetve a kollégákon is adott esetben lesz maszk. Mennyire élnek a vendéglátó egységek, illetve a kereskedelmi egységek a lehetőséggel? Van-e valami visszajelzés erről? Tegnap itt a jelentősebb vendéglátó egységekkel azért nagyjából felvettem a kapcsolatot, vagy körbe mentem így biciklivel megnézni, hogy hol mi van, és én igazából azt látom, hogy mindenki már nagyon várta ezt a lehetőséget, tehát gyakorlatilag az első lehetséges nap megnyitott mindenki, akár terasz, akár benti rész, tehát én, és viszont mellette azt is látom, hogy a megfelelő biztonsági előírásokat nagyon igyekeznek betartani, tehát mindenképp fontos kiemelni azt, hogy ezeket az enyhítésekkel
nem baj, hogyha élünk, élni is kell vele, hiszen a gazdaságot újra be kell indítani, ki kell mozdulni, a mentális egészségnek is ez jót fog tenni, hogy végre az emberek egy kicsit felszabadulnak, de fontos, hogy ezt okosan csináljuk, felelősséggel csináljuk, tehát, hogy amennyiben zárt térbe megyünk, boltba, üzletbe, ott legyen rajtunk a maszk, vendéglátó egységben, ha lehetséges, azért tartsuk valamennyire a távolságot, tehát bármennyire is megörülünk a barátoknak, egy-két fröccs elfogyasztása után se ölelgessük feltétlenül egymást, tehát lényeg a lényegben, hogy most még egy kicsit ezt okosan, észre csináljuk, és én úgy gondolom, hogy akkor hosszú távú tud lenni majd ez a folyamat.